Főbb híreink. Földnapi országos tisztító akció. Virágosítás a Dumcsajeni utcában. Madártanösvényt vásárolt az óvoda. Táltost küldene a Marsra 200 halombattai diák. Vekerdi Tamás előadása Veresegyházon. Legyél te is Winnetou, országos rajzpályázat. 4. Veresegyházi medvekupa. Üdvözlöm Önöket, a 187 magazint látják, Vadász Anett vagyok. Idén én már harmadik alkalommal csatlakozott a 100 halombattai hulladékkommandó és a helyi polgárőrszervezet a Magyar Közút által a földnapi alkalmából szervezett országos tisztító akcióhoz. A lelkes önkéntesek a legszemetesebb területeket járták végig, ismét jelentős mennyiségű hulladéktól szabadítva meg földanyánkat. A tisztító akciót idén 9. alkalommal szervezte meg a Magyar Közút Nonprofit ZRT, a szemétszedéshez szükséges eszközöket ezúttal is biztosították az önkéntesek számára. Idei két helyszínen voltunk, az egyik a Csenterics volt, ott a ki- és a bemenő árukrészt takarítottuk meg, oda a Magyar Vöröskereszt csatlakozott, a hajléktalanokat ellátó integrált intézményével. Ők is már harmadik alkalommal csatlakoztak hozzánk. A második helyszín az az olajmunkás út volt. Ott sajnos kevesebben voltunk, ott öt fővel, de így is mind a két helyszínen 20-25 zsák szemetet sikerült ideig összeszedni. Most az egyes számú általános iskolától csatlakoztak hozzánk még gyerekek. Itt az ipari parkba fogunk menni, és szedjük a szemetet. Miket mondtak most, miket kell majd itt csinálnotok? Hát az eldobott szemetet fogjuk összeszedni, de arra kell figyelnünk, hogy a veszélyes hulladékokat nem szedhetjük össze, de azt is mondták, hogy ha valaki megsérül, akkor itt van ellátó központ, és az majd segít nekünk, hogyha valami baj történik. Azt mondták, hogy így a főbb, nagyobb szemeteket kell majd összeszednünk. Mire számítotok? Mennyire lesz sok személy? Hát szerintem azért lesz valamennyi az út szélén, meg beljebb is. És akkor kaptok zsákokat, vagy hogy lesz ez? Hát igen, kapunk zsákokat, mindenki kap ilyen zsákot, és akkor az út szélén fogunk menni. Azt mondják, hogy nagyon erős zsákok lesznek, de azért ne dobáljunk bele ilyen hegyes köveket, meg ilyeneket. Megszépült Szentendrén a Bükköspataki aluljáró a piac közelében. A falat minden évben diákok festik ki társadalmi munkában. Már ősszel elkezdték a Móricz gimnázium tanulói az aluljáró festését az érettségihez szükséges közmunkaprogram keretében. A érettségihez szükséges közmunkaprogramra megy, amit én nagyon nagy örömmel, mint egyesületi elnök fogok igazolni a diákoknak, hiszen már egy őszi alkalommal az egyik felét az aluljárónak közmunkába lefestették, illetve a játszóteret tisztították. A játszótér graffiti mentesítése most egy hetet csúszik, mert nem érkezett meg ez a graffiti mentesítő szer, de az is meg fog történni előbb. Utóbb a kerítést azt a múlt évben festették le a gyerekek, és ugye ezek főleg nem fajátékok, de a fajátékok közül is több volt lefestve. Az aluljáró festését már régóta egy szentendrei tanárnő, grafikus művész irányítja és szervezi. Általában javítunk, de most idén elhatároztuk, hogy újra festjük az egészet, ebben segítségünkre van a Móricz gimnázium, és az ő tanulói, akik végigcsinálták már ősszel is a másik oldali festés, és most ez a földnapjával kapcsolatban ezt az oldalt festik újra a különböző osztályok. És mit ábrázol majd a kompozíció? Tulajdonképpen saját magukat festik le. Itt lehet látni, hogy karatézás közben, ugrándozás közben saját maguk, a testvéreik, semmi különös, a fiatalságot, az életet. A diákok a kötelező jelleg ellenére is szívesen vesznek részt a munkában. Jelenleg most csak erre volt lehetőségünk, és ezért így az egész osztály szerepel benne. És melyiket festettette, melyik képet? Hát igazából mindegyikben van részem, mert megfogtam egy szint, és ahol kellett, ott festettem. És mik a terveid az érettségi után? Hát ezen még nem gondolkoztam igazából, de főiskolára tovább menni. És hogy érzed ma itt magad? Jól érzem magam, jó a hangulat.
Sajnos itt is nagyon gyakori a rongálás. Az ősszel lefestett falat már most javítaniuk kellett a diákoknak, hiszen sok helyen összefirkálták a festményt. A grafitik eltüntetése évről évre rengeteg pénzbe és munkába kerül, ezért az alkotók kérik a rongálókat, hogy tartsák tiszteletbe mások munkáját. Négy napos várostakarítási akciót hirdettek Szentendrén. A program keretében a belváros több pontján dolgoztak az önkéntesek. A Dumcsajeni utcában virágokat ültettek a ládákba. A Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. Szervezésében várták a segítőkész lakosságot a Dumcsa utca megszépítésére. A helyi Turinform iroda előtt találkoztak a résztvevők, akik az ültetéshez szükséges eszközöket is hozták magukkal. Fontosnak tartjuk azt, hogy az ide látogató turisták és az itt élő lakosok is egy szép képet kapjanak erről az utcáról, ezért felhívtuk az utcabeli lakosokat és az itt dolgozókat, az itt boltot üzemeltető embereket, hogy tegyük rendbe ezt a környéket. Vettünk virágföldeket, virágokat, ott látható is, ahogy már ültetik el őket. A kollégáimmal söprünk, takarítunk, ültetünk, és így várjuk az ideérkező turistákat. Az utcában dolgozó vállalkozók is kivették részüket a munkából, hiszen számukra is fontos, hogy szép legyen ez a környék. Az itt lévő üzletesek közvetlenül hozzájárulnak az utca megszépítésében. Elkezdődik egy közös munka, és a rendezvény kapcsán is ugye már birtokba vesszük a teret, és dolgozunk rajta, hogy szép legyen. A Dumcsa utcán található virágládákat örökbe is lehet fogadni, és arról egész nyáron gondoskodni kell az örökbefogadónak. Várják a szervezők az érdeklődőket, akik az utcában dolgoznak, és szívesen gondját viselnék egy virágládának. . 127 diáknak és felnőttnek a megszokottól eltérően kezdődött a napja Aszódon április 22-én, ugyanis a város bekapcsolódott a Föld Világnapja országos rendezvénysorozatába. A reggel szemétszedéssel és a város útjainak takarításával kezdődött. Az akciónak köszönhetően a település 187 zsák szeméttől szabadult meg. A Szent István téren már a jövőért dolgoztak a résztvevők. Itt 50 darab vérszilvafát ültettek el, amelyet a Pilisi Erdőgazdaság térítésmentesen ajánlott fel Aszódnak. Tavaszi takarítónapot tartottak a szentendrei Hold utcai tagóvodában is. A szülők és a gyerekek ekkor láthatták először a hamarosan felállításra kerülő madártanösvény elemeit is. Nagy volt a sürgés forgás az óvi udvarán péntek délután. A tavaszi takarítónapon mindenki találhatott tennivalót. Most éppen egy udvartakarítás van a Hold utcai óvodában. Ezt minden évben meg szoktuk rendezni, általában szeptemberben őszi délutánon szokott ez zajlani. A takarítási világnaphoz szoktuk ezt az eseményt kötni, de mivel hogy lassan jön a földnapja, és úgy gondoltuk, hogy szükség van arra, hogy tevékenykedjenek a szülők nálunk az óvodaudvaron, ezért most már így tavasszal is van óvodánkban egy ilyen rendezvény. Milyen feladatokra fogtátok be a szülőket, gyerekeket? Sövénynyírás, falevelek összeszedése, homokozók felásása, most újját ültettünk, ősszel lefestettük a kerítésünket, most egy biztonsági kiskapu kerül beüzemelésre. Virágokat ültetnek, növényeket ültetnek. A szülők a nagyobb erőt igénylő feladatokat vállalták magukra, de a festésbe és ültetésbe a gyerekek is szívesen bekapcsolódtak. A madarászóvi az egyik kiemelkedő elem, amely most újabb fejlesztéssel egy madártanösvénnyel gazdagodhat. A madárbarát tanösvényt ezt nagyon régóta szerettük volna megvenni, és mivel a bálunk elég jó bevételt hozott, ezért 170 ezer forintért sikerült hozzájutnunk, a Madártani Egyesülettől vettük ezt meg. Molnár István Lothár, a Pilisi Természetvédelmi Egyesületnek az ornitológusa, aki nálunk a madarászóvi programot tartja,
ő fogja nekünk telepíteni, és ez nem csak Szentendrén, hanem regionális szinten is kuriózum lesz, és nem zárkózunk el természetesen más intézmények elől, tehát hogyha szeretnének ide jönni hozzánk, akkor felajánljuk, hogy ők is használhassák ezt. Mennyire fog passzolni most ez a tanösvény a madárovi programhoz? Hát ez teljesen beleilleszkedik, mert itt tényleg nem csak egy ilyen mintadarabról lesz szó, hogy ki lesz rakva odú, fészek, fecskefészek, madáritató, hanem ez nem csak egy makett, hanem ebbe bele fognak költözni az állatok. Egyébként már most is van az odunkba egy cinke. Reméljük, hogy minél több madár bele fog költözni. A madarászobi program keretén belül 8 téma van egy évben, a 8 hónap alatt, tehát ugye a nyári hónapok kivételek. Ezt ilyenkor mindig Lothár bácsi tartja a mi óvodánkban. Egyik hónapban vetítést tart, a másik hónapban, tehát a páros hónapokban pedig terepre megyünk. Margit-szigetre szoktunk menni, vadasparkba, medveparkba, állatkertbe, madárgyűrűzésre, sirályetetésre, tehát nagyon jó a program. A tanösvényt azután avatják majd fel, ha elkészülnek az elemeket tartó oszlopok is. Az Érdi Balesetmegelőzési Bizottság programjának keretében óvodás csoportok látogattak a Szászhalombattai rendőrőrsre, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a számukra érdekesnek és romantikusnak tűnő munkával. És akkor van egy másik gomb, amit be tudunk kapcsolni, és akkor működik a sziréna, jó? Mit szólsz a rendőrbácsi ruhájához? Ugye ez nem egy sima rendőrruha, hiszen ő motorral közlekedik. Igen. És visszaverődik róla a fény, és nagyon kemény, hogy ne üsse meg magát, ha leessik a motorról. És azt tudod egyébként, hogy miért jöttetek most ide a rendőrőrsre? Azért, mert rendőrnap van. És hogy megnézzük, hogy a rendőrök hogy élnek itt. Az őrsre ezúttal a Százszor Szép és a Kip-Kop óvodából érkeztek csoportok, de a jövőben minden óvodát fel fognak keresni. Az őrsön megmutattuk nekik gyakorlatilag azt, hogy hogy néz ki egy rendőr, mi a rendőr egyenruhája, mi a rendőrnek a felszerelése, milyen járműveink vannak, és milyen eszközeink találhatóak még ezen belül. Például megmutattuk a rendőrkutyát, a KMB-sünk természetesen egy-két fogást és alkalmazást is játékosan megmutatott a gyerekeknek. Majd az őrs épületébe kísértük őket, ahol megmutattuk az ügyeleti helyiséget, a térfigyelőrendszert, illetőleg az előállító helyiséget, és ami a legjobban tetszett nekik, a fegyverszobát. Itt a szolgálati pisztolyokat és egy szolgálati gépkarabét mutattunk be neki, illetve válaszoltunk a kérdéseikre, játékosan felvezettük, mi a rendőrség dolga és mi a feladata. Táltost küldene a marsra 200 halombattai diák. Az aranyiskola növendékei persze nem varázslóban, sokkal inkább űrhajóban gondolkodnak. Mindezt a Magyar Asztronautikai Társaság országos pályázatán tették közhírré, ahol fődíjjal jutalmazták a táltos űrhajó két mágálmodóját. Változtatható impulzusűrűségű mágnes plazma rakéta. Ez hajtaná a táltos névre keresztelt űrjárművet, amely először a Marsra juttatná az embert, mutatja Szatmári Kristóf, aki Baróti Zsófiával és felkészítő tanárukkal Szalontai Szilviával vehette át a Magyar Asztronautikai Társaság első díját. A pályázatnak az volt a címe, hogy célpont a Mars. Minden olyan pályamunkát be lehetett adni, ami a Mars kutatással kapcsolatos, lehetett esszét írni, rajzolni, videófelvételt készíteni. A két diákunk egy űrhajót tervezett, és ennek a műszaki adatait, illetve a rajzát adták be. Így fest a táltos, amelynek egyébként minden egysége létezik, illetve az űrügynökségek tervező asztalain már megmutatkozott. Az űrutazás úgy néz neki, hogy az űrhajót a Földről, ahogy különszerelt állapotban fellőnénk, ezt a Holdon kéne összeszerelni, mert akárhogy is próbáltuk, sajnos egy ekkora űrhajónak nem sikerült annyira lecsökkenteni a tömegét, hogy a Földről is fel lehessen lőni. Tehát a Holdon ezt össze lehetne állítani viszonylag alacsony költségek alatt, és onnan lehetne egy 6 hónap alatt, amikor a Mars Föld közelben van, eljutni a Marsra, ott pályára állni, onnét egy leszálló egységet bocsátani a Marsra. Én terveztem meg látványilag az űrhajót, és lerajzoltam, és
ez volt a feladatom. A Kristóf adta az alapanyagot és a szerkezeteket, és azokból kellett összerakni egy komplett űrhajót különböző alkatrészekből. A két űrszakos közül Kristóf geológusnak vagy űrkutatónak, Zsófi pedig pszichológusnak készül. Szerintük táltossal vagy anélkül még 2050 előtt ember léphet a Marsra. Óvodából az iskolába címmel tartott előadást Vekeri Tamás Veresegyházon. A neves pszichológus legfontosabb tanácsként elmondta, az iskola a gyerekek feladata, a szülőknek pedig az a dolguk, hogy a gyerekkel töltött időt örömtelivé tegyék. Alig akadt szülő, aki ne tudná, milyen fontosak a kicsik életében az első évek. A felnőtté válás az életben való boldogulás szempontjából döntő, hogy mi történik a kisgyermekkorban. A szakemberek szerint ekkor a legtöbb fontos dolog, amely hatással van a személyiségünkre, eldől. Ettől függetlenül nem lehet, hogy a kicsik állandóan a szülőkön, illetve elsősorban az anyán lógjanak. Mindkettejüknek szükségük van egy kis egyedül létre, feltöltődésre. Ezt fogalmazta meg Veresegyházi előadása bevezetőjében Vekerdi Tamás pszichológus. Mint mondta, a gyerekektől időnként meg kell szabadulni. A gyerekek kiszívják a vérünket, lerágják a húsunkat, nem vagyunk rossz anyák, ez a normális. És a gyerektől meg kell időnként szabadulni, hogy a gyerek újra egy jól szívható, jól rágható anyát kapjon vissza. Az óvoda, amely Vekerdi szerint az egyik legjobb, leggyerekcentrikusabb intézmény az országban, egy olyan hely, amelyet a civilizáció hívott életre. Nem feltétlenül lenne rá szükség, de miután a régi nagy család, ahol a nagynénik nagyszülők serege alaposan kivette a részét a kicsik neveléséből, megszűnt, nagy szükség van rá. A szülők ugyanis nehezen oldják meg, hogy évekig kimaradjanak a munkából. Mégis kutatások igazolják, hogy az anya mellől az iskolába érkező gyerekek vállalkozó szelleműbbek, kreatívabbak és sokkal pihentebbek, mint az óvodából érkező társaik. Az óvodából az iskolába jó esetben nem vezet hosszú és rögös út, hiszen egy jó tanító tudja, hogy az iskolába óvodások és nem iskolások érkeznek. A gyerekek nagyon nagy egyéni különbséggel egy-két-három év alatt érnek majd meg az iskolában arra, hogy teljesen iskolások legyenek, akkor is, ha iskola éretnek minősültek. Ez azonban egyelőre nem elég köztudott. Példaként említette, a legtöbb iskola azzal kérkedik, hogy az elsősök már karácsonyra írnak, olvasnak. Miért olvasna mindenki egyszerre pont karácsonyra, amikor olyan kislányok jönnek, akik amúgy is fejlettebbek ilyenkor, mint a fiúk, akik írnak, olvasnak, mert volt három nővérük, aki mindig tanítónénit játszott velük, és jönnek olyan fiúk, akik majd harmadikra fognak stabilan olvasni, és egyáltalán nem azért, mert tehetségtelenebbek vagy butábbak, esetleg pont fordítva. Az előadáson több kérdést is megfogalmaztak a résztvevők, többen jelezték, hogy mekkora szorongást jelent számukra, hogy a kisgyermekük iskolába megy. Igazuk van az anyukáknak, ugyanis az óvodát nem nyomja a teljesítménykényszer, legszívesebben azt mondanám az álteljesítménykényszer, mert nem kéne sehova sietni az iskolában sem, és ezért az óvoda az egy gyereknek való hely. Sok iskola is, nagyszerű pedagógusok vannak, nagyszerű tanítók vannak, meg tudják oldani, hogy úgy mondjam, a rendszer, a tananyag és a tankönyvek ellenére mégis a gyerek jól érezze magát, de ehhez persze szerencse kell és megfelelő iskolavezetés. Harmadik helyezést ért el a Szivárvány óvoda egyik csemetéje a Legyél te is Vinnettú elnevezésű országos pályázaton. Szabó Nagy Csenge Eszter alkotása 700 pályaműből bizonyult az egyik legjobbnak. A rajzpályázatot a Duna Könyv Klub hirdette meg óvodások és iskolások számára bármilyen indiános témában. A díjkiosztóra pedig a 20. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon került sor vasárnap. Milyen rajzokkal készültél erre a versenyre? Ez volt a Vinnetúsat, meg egy eltévedt oroszlánosat, meg rajzolt egy olyat, hogy vadászik az egyik indián, a másik gyerek pedig lent várja. És honnan szedted az ötleteket? A fejemből. Ha nem Vinnetús témában rajzolsz, akkor miket szoktál? Inkább én az emberek helyett állatokat rajzolok. És miért? Azért, mert szeretem az állatokat. És hol szoktál rajzolni, itt az oviban, vagy inkább otthon?
otthon szeretek rajzolni, de az óviba néha azzal töltem az időt, hogy ülök a rajzasztalnál, és a barátommal rajzolok. Tegnap vetted át ezt a díjat, hát pontosan mit kaptál, mi a nyereményed? Hát az óvinak nyertem egy csomó könyvet, és magamnak is maradt 3 könyv, amiben 8 mese van, vagy 9. Nem tudom pontosan. Mennyi előkészítő munka előzte ezt meg? 5 perc. Körülbelül annyi volt a rajz egyébként, de ő 1 éves kora óta rajzol. Úgyhogy akkor 6 év majdnem. Volt-e, vagy van-e a családban, aki ennyire szeret rajzolni, és tud is, mert hát ezek szerint tud is? Nincs. Akkor honnan jött ez Csengének vajon? Hát azt örökölhette így a művészi hajlamot, de rajzolni senki nem tud így nálunk. Meg nem is szeretünk így rajzolni, mint ő. Ő napi 5-6 órát rajzol. 2013. április 13-án és 14-én megrendezésre került a 4. Medvekupa a Veresegyházi Medveotthonban. Az eredetileg március közepére kiírt esemény a mostani jó idő miatt rengeteg látogatót vonzott. 3, 2, 1, 2. 4. alkalommal rendezték meg a Medvekupát Veresegyházon, mely egy nemzetközi kutyafogathajtó verseny. A veresi futam az éves versenynaptár egyik állomása, melyet március közepére terveztek a szervezők, azonban a rossz időjárási körülmények miatt nem tudták megtartani, hiszen ez egy hómentes dryland verseny. A főbíró Horváth János volt, akit arról kérdeztünk, hogy miről szól ez a verseny, illetve hogy miből áll ez a fajta kutyasport. Egyfajta tematika és tendencia szerint dolgoznak kutyák, tehát húzó kutyákról van szó, akik értelemszerűen húznak valamit vagy valakit. Ahogy mondtam, az egy kutyás futótól, tehát a canicrosstól, azaz, hogy egy versenykutya összekötve egy rugalmas kötéllel egy versenyzővel, egészen, mint ahogy önök is látták, és ha jól látom, fel is vették, a 16 kutyás fogatig bezárólag mindenféle ember-kutya kapcsolat, amelyben a fizikai együttmozgás, a húzás, a futás, a kerékpárolás, a rollerezés kap teret, és van kiemelt pozícióban. Ugye ez egy nagyon modern és egy nagyon ősi dolog, hiszen húzókutyákkal sok ezer éve dolgozik az ember. Sportszerűleg gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy 100-150 évre tehető. Az esemény 2 futamos, egy 3 kilométeres pályát kellett a versenyzőknek megtenniük. Néhány percenként egymás után rajtoltak az indulók, és az időeredményeiket mérték. A Magyar Kutyasport Szövetség tagegyesületeinek versenyzői vettek részt a futamon atletikus és szánhúzó kutyákkal. Az indulók között volt Hering Tamás, aki 2009-ben Európa bajnok második helyezett lett 8 huskyjával. A Medvekupán 16 kutyával indult 2 kategóriában. A versenyző elmondta, hogy mennyiben más egy ilyen kutyát tartani, mint egy házi kedvencet. Tartani ezeket a kutyákat annyiban más, hogy ők egészen más tesznek, mint egy otthoni kedvenc. Ők nagyon magas energiatartalmú tápot kapnak. Ez azt jelenti, hogy 34-24-es, 34 fehérje, 24% zsír van benne, míg egy otthoni házi kedvencnek, akivel csak néha elmennek szaladgálni, meg sétálni, azoknak egy ilyen zsírtartalomban viszonyításképpen egy ilyen 6-9% bőven elég. Nem kell nekik több. De ezek a kutyák le is dolgozzák magukról. Én úgy szoktam etetni őket, hogy amikor edzésnapuk van, mert minden másnap próbálom őket edzeni, és amikor edzésnap van, akkor rögtön edzés után egy órával kapnak húst, tehát színhúst. Főzés nélkül, minden nélkül menjen befelé a energia, minél többet, tehát nem fűzzük ki belőle nekik a tápanyagot. És estére olyankor kapnak általában egy főzött kaját, mert másnap nem futnak. Viszont hogyha edzés előtti napon vagyunk, akkor délután ezt a magas energiatartalmú tápot szokták megkapni. Na most itt ezzel az is a helyzet egyébként, hogyha valami közben ugye családilag, és nem tudok másnap hajnalban elmenni velük edzeni, és előző este megették ezt a magas energiatartalmú tápot, akkor szó szerint szedik szét a keneleket. Házakat, amit van, mert mennének annyira bennük van, ez föl turbózza őket egy kicsit. Április 14-én bemutatásra került Zsors Fédó Pali Madár című vígjátéka a Gödöllői Művészetek Házában. A Kavaletta Művészeti Egyesület adhok színházának előadásában bemutatták a Pali Madár című vígjátékot vasárnap Gödöllőn. Az amatőr társulat 10 éve áll fent, és civil foglalkozásuk mellett űzik a színészmesterséget. Általában októberben kezdik a próbákat, a már hagyományossá vált áprilisi premierre, és heti 1 alkalommal keddenként ülnek össze.
Márton Dankó István, a darab rendezője összefoglalt a stábunknak, hogy miről szól a darab. Egyszer egy újság kérte, hogy gyorsan foglaljam nekik össze a darabnak a lényegét, hogyha megengedik, és önmagamtól fogok puskázni, idézni. Tehát ez a Georges Feydeau darab, aminek az eredeti címe Francien le Dindon, a fordító pedig a Hülyéje címet adta neki, mi Palimadár címmel fogjuk bemutatni. Rövid summázat ennek a darabnak a következő lenne, hogy ó egek, mennyi próbálkozás, mennyi erőfeszítés, mennyi bonyodalom, hogy őt én, ő pedig őt, és nem engem, de én téged is nem őt, de akarom, de nagyon. Csak kéne derülje, mert a férjem megöl engem, meg a nejem csap agyon, de nagyon ó egek. Mennyi infarktusos dirdurcsiptat bírcsap, de nem önne, kedves nézőm, ön kényelmesen hátradőlve 2,5 óránál csak kacakat a komikus helyzetnek végtelen során, mert kitűnő darabám a Palimadár, és mikor a függöny legördül, örömmel állapítatja meg. Ez csak mással eshet meg, önnel soha. Úgy legyen, jól teszi hát, ha eljön, és meglátja, megéri az árát is, és kellemes kikapcsolódást kívánjunk a mindenkori közönségünknek. Hát remélem megértette ebből a közönség, hogy milyes fajta keresztbe csalások, vagy annak szándékát mutatja be ez a darab, rengeteg helyzetkomikummal fűszerezve, mert nagyszerű író Georges Feydeau, igazi színházi szakember, ezért játsszák országosan is, meg mindenütt ezt a darabot, ezt a három felvonásos vígjátékot. Rendben van, elfogadom a megbízást. A társulat tervei között szerepel, hogy a környéken népszerűsítsék az előadást, illetve szeretnének eljutni Debrecenbe, illetve Gödöllő testvérvárosába, Csíkszeredába is. Az előadásból befolyt bevételt mindig jótékony célra ajánlja fel a színtársulat. Mert feleségem van. Nekem nincs. Se van. Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal kerékpárra ülnek az Ért körbe résztvevői és szervezői, hogy végigkerekezzék az általuk kiválasztott utat. A legkisebbeknek 50 méteres távot, míg a rutinosaknak 60 kilométert kell végig tekerniük Érden, illetve a város körül. A tavaszi találkozón több mint 1000-en vettek részt. A Tekergő Egyesület, mely 1999-ben alakult, egy kerékpáros civil szervezet, mely az elmúlt 14 esztendő alatt több ezer embernek szervezett kerékpáros programokat. Ez a rendezvény az arról szól, hogy egy-egy napon, egy évben együtt ünnepeljük meg azt, hogy szeretünk kerékpározni. 2002-ben az Autómentes Nap alkalmával egyik ősszel tekertünk először körbe így a városon, és utána hát ezt évekig csináltunk, majd 2007-től pedig minden évben kétszer, tavasszal és ősszel. Már évek óta igyekszünk ugye mi is bevonni különböző szervezeteket, zenekarokat, városban élő cégeket abban, hogy ők is valamit hozzátegyenek a rendezvényhez. És hát mindenki, aki itt van a rendezvény ide alatt, próbálnak valami fajta programot kínálni. Önök mivel csatlakoztak? Mi az önkéntes munkánkkal, az önkéntesekkel, illetve hoztunk egy kis arcfestést az ifjúságisokkal, és egy csapat ifjúság is még indul is az Ért körben. Kapcsolatokat teremtünk, önkénteseket toborzunk, tehát több rétű a mi részvétünk, illetve hát az elsősegélynyújtással is természetesen azért kijöttünk, hogyha véletlen történik baleset, akkor itt vagyunk. És most lássuk, mi történt meg az elmúlt héten Pest megyében. Összesen 138-an jelezték indulási szándékukat az 5. aszódi rák ellenes futás regisztrációs asztalánál, köztük 6 év alatti és 70 év feletti futókkal és kerékpározókkal. A Nemzeti Rákellenes Naphoz kapcsolódó jótékonysági eseményt ezúttal is annak 5 évvel ezelőtti elindítója Hás Dénes szervezte. Én nem is gondoltam, hogy indítok egy rendezvényt, nem úgy kezdődött az egész, hanem úgy, hogy kitaláltam, hogy az ismerőseim sírjához elfutok a halottak napján. Aki volt a Domonyi temetőben, meg az Aszódi temetőben. És akkor hát ez lett egy ilyen körútnak tekinthető valami. Aztán itt addig beszélgettünk többekkel, hogy kitaláltuk, hogy miért ne legyen ez másoknak is elérhető, vagy miért ne legyen ebből egy rendezvény. És akkor, ha már rendezvény, akkor ne legyen novemberben, hanem néztünk egy időpontot, a Nemzeti Rákellenes Nap az április 10-e. És akkor az április 10-éhez közel eső szombatot választottuk ki, amikor szombat délután általában ráérnek az emberek, ez április 2. szombatja. Így történt a rendezvénynek a születése.
A 13 kilométert ideális időben tehették meg a vállalkozó szellemű indulók, akik más-más okok miatt vágtak neki a távnak. Munkatársaim nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. A jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!